A Magyar Vöröskereszt véradó busza is megérkezett, ismét bebizonyosodott, hogy Zalaegerszeg az összefogás és a segítségnyújtás városa. A jótékonyság jegyében sokan nyújtották karjukat. Nagyon jó ötletnek tartom, hogy kitelepült most ide a véradó busz. Én eddig mindig ugye a véradó állomáson szoktam vért adni, és most első lehetőségként akkor így a fesztivál látogatással összekötöttem a véradást is. A szakemberek az ingyenes szűrővizsgálatokat, vércukorszint, vérnyomás és koleszterinmérést is elvégezték. Az önkéntesek első segélynyújtási technikákat mutattak be. A gyermekek, tehát azok az ifjúsági önkéntesek, akik segítenek nekünk ebben, kisminkelték magukat, néhány sérül, és arra kérik az itt érdeklődőket, hogy ezeket próbálják meg ellátni, természetesen megmutatják a helyes ellátást, és hogy mit kell tenni egy ilyen veszélyhelyzetben. A pavilonokban gazdag kínálattal várták a látogatókat. A lentiből érkező család először látogatott el az őszi fesztiválra. Érdeklődésüket a Keszthelyi Vadászati Múzeum trófea bemutatója is felkeltette. A rengeteg látnivaló, a sok kézműves kipakolós, illetve nem tudom, családi program, így első körbe. De így ez az első, szóval sok tapasztalat még nincs. Az árnyas fák alatt lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre. Borozgatás mellett idézték fel a rendezvényen szerzett élményeiket. Nagyon jól érzük magunkat, nagyon jó az egésznek a hangulata, mi minden évben részt veszünk rajta, ráadásul még fel is vonultunk, mert én magam is vadászgatok már csak, de még mindig, és igazán egy sokszínű, nagyon jó fesztivál. Egy nagy esemény a városnak, hogy itt lehettünk. Egyrészt férjem vadász, a vadförtköltet én is szeretem, és jól csinálom, és bíráltam, több helyen kóstoltam, és nagyon ügyesek voltak. Úgy az orvosok, úgy a többi vadász nagyon finomakat főztek, és a koncertek, azok pedig a fiatalokat vonzák. Tehát mindenkinek, a Csíkzenekar lesz ma, mindenkinek megvan a kívánsága. A könnyű és világzenét játszó együttes a Kazinci téri nagy színpadon lépett fel. A háromnapos rendezvény sorozatot a Follow the Flow produkciójával zárták.